Stand-up előadások, ez a műfaj talán mindenki számára ismert. A stand-up valójában nem más, mint egy szórakoztató előadás, melyet a közönségnek ad elő általában egy személyben a humorista. A napokban a színésznő is ilyen előadással kápráztatta el az érdeklődőket, azonban ez a bemutató nem másról szólt, mint az életéről, a kendőzetlen valóságról comedy formában. Ennek lehettek részesei az ellátogatók szeptember 9-én Szexádon. Tényleg jobb. Ahányszor elmondtam, utána mindig kicsit jobb lett. Na most azt nem tudom, jártak-e már valamilyen ilyen jellegű terápián, de hát végül is bármelyikükről is beszélek azért, hát ezek a beszélgetések nagyon sokba kerülnek. És akkor innen jött az ötlet, hogy hát mi lenne, ha megfordítanánk a dolgot. Tehát, hogy én mesélek a problémáimról. Önök meg fizetnek, hogy meghallgassák, igen. Na, hát ez lesz ma. A színésznőt egy megtelt előadóterem fogadta ezen a napon. A stand-up lényege ugye az, hogy az ember kiáll, és valamilyen választott, szabadon választott témáról elkezd lehetőleg humoros stílusba, sokféle formában megoldható ezt beszélni. De ugye az önéletrajzi vagy életrajzi stand-up annak az a lényege, hogy az ember a saját életéről, a saját történeteit meséli, és ezt próbálja meg olyan formában megtenni, hogy az azért szórakoztató legyen. Mi leültünk, és én elkezdtem mesélni az életemről. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert én nagyon régóta szerettem volna ilyet csinálni, ugyanis én nagyon szeretek mesélni. Színpadon is nagyon szeretek beszélni. Azt vettem észre most már évek óta, hogyha elhívnak koncertezni, akkor mondjuk egy másfél órás koncertből én 45 percet beszélek, nyilván ott az adott dalokról, de nagyon szeretek arról beszélni, és mindig eszembe jut róla egy történet, és szokták szeretni, amikor mesélek valamit. De hát magamtól sose szántam volna rá magam arra, hogy egy egész estén keresztül más se csináljak, csak álljak és meséljek a saját életemről. Úgyhogy leültünk, és akkor én elkezdtem mesélni mindenféle sztorikat, és a Balázs csemegézett belőle, és azt mondta, hogy ezt mondjam el, azt nem mondjam el, ezt hosszabban, azt rövidebben. Gyakorlatilag így alakult ki az este, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy az eredetileg kialakult, mondjuk úgy, szövegkönyvet én hát mára már olyan 90%-ban átgyúrtam, mert hát ahogy elkezdtem mondani, nyilván rájöttem, hogy van olyan történet, amit már nem akarok elmesélni, viszont van olyan, amit nagyon szeretnék, van, amiben nekem nincs ennyi, hiába találta ő szórakoztatónak. Nőbre formáltam ezt a dolgot, mert azért ő nagyon férfi aggyal nézte az én történeteimet, és hogy ez most jó volt vagy rossz, az mindegy, de én úgy éreztem, hogy én nekem több kell abból, hogy mondjuk mit jelentett nekem nővé válni. Az énekesnő elmeséli, hogy amikor előadja az életét, kissé mindig átformálva teszi ezt meg. De ez a legújabb verzió, ami persze nem azt jelenti, hiszen az én történeteim azok adottak, csak azt, hogy most melyiket mondom el, és miért, és hogy milyen összefüggéseket találok a saját megéléseimben, az mindig más. Egy dolog konzekvensen történik, hogy hála Istennek eddig mindig nagyon jól szórakoztak, mert hogy természetesen megpróbálom mindezt úgy elővezetni, hogy azért nagyon vicces legyen. Nem sok olyan történetet mesélek el, ami bárkivel ne történhetne meg, aki itt él 1976 és 2024 között ma Magyarországon. És igen, én nagyon bízom abban, hogy az én történeteimen keresztül talán sokan rájönnek arra, hogy tényleg minden annak a kérdése, hogy honnan nézzük. Szinetár Dóra bízik benne, hogy motiválni tud másokat is az ő életfelfogásával. Elmesélem azt, hogy én 34 éves voltam, amikor az édesapám elvitt magával Monte Carlóba, mindegy, hogy miért, az ott az esten kiderül, és hogy nekem milyen felismerés volt az, hogy én akkor voltam életemben először nőként úgy az utcán egyedül, hogy nem volt rajtam jegygyűrű, nem volt velem férfi, nem volt velem gyerek, felnőtt nő voltam, sétáltam az utcán, és jöttek velem szembe férfiak, akik nem ismertek. Mert Monte Carlóban nyilván nem ismert senki. És amikor ők rám mosolyogtak, akkor egyszer csak rájöttem arra, hogy én úgy éltem le 34 évet az életemből, hogy nekem valódi visszajelzés a saját nőiségemre vagy nőségemre soha nem volt. Erről a sztoriról majdnem mindig utána el szokták mondani, hogy hát, hogy ez milyen érdekes volt, és hogy elgondolkodtak nők, hogy mennyire fontos az embernek a valódi visszajelzés. Tehát, hogy azért én nagyon bízom benne, hogy sok olyan történetet tudok mondani, ami egy kicsit segít
akár önmagunkon elgondolkodni, és talán igen, talán kicsit segít könnyebben megélni mondjuk a nehéz élethelyzeteket. Ebben a csodálatos filmben egy színésznőt kellene szinkronizálni, aki nem mást játszik, mint Marilyn Monroe-t. Na, akkor már meglepődtem, hogy tényleg én jutottam eszébe, végül is a Marilyn Monroe-ról, nem mondom, jól esett, de aztán Zsiga megmagyarázta, mert hogy azt mondta, hogy de hát ez egyértelmű, mert hát a Marilyn Monroe az tulajdonképpen a Törpilla. És ahogy dolgoztunk, rájöttem, hogy végül is igaza van, mert hogy ugye, Monroe is nagyon jóságos volt, meg nagyon szerettük szegényt, igazából ő soha nem akart ártani senkinek, mindig drukkoltunk neki, nagyon sajnáltuk, amikor szegénynek aztán ugye szomorú véget ért az élete. Egy alapvető különbség volt közte, meg Törpilla között, hogy Monroe ugye sokkal gyakrabban vette levegőt, mint Törpilla, és ezzel mindig azt a hatást érte el a nézőnél, mint hogyha folyamatosan orgazmuskezeli állapotban lenne.